közös erőfeszítése az első csatát a vírussal szemben itt Magyarországon megnyertük. A mondatot már jól ismerjük az elmúlt hónapok kormányzati tájékoztatóiból, ahogy azt is, hogy hazánk jelenleg az egyik legbiztonságosabb ország Európában. Újás Gergely vasárnap fontos bejelentéssel érkezett az újságírók elé, hiszen, mint mondta, nem mindenhol ilyen jó a helyzet. Míg nálunk csökken az aktív koronavírus betegek száma, a környező országokban folytatódott a fertőzöttek számának emelkedése. Miután a cél továbbra is a vírus határainkon kívül tartása a magyarok egészsége biztonsága érdekében, a kormány mindent megtesz ennek érdekében, ehhez viszont kontrollálni kell a be- és kiutazást, szigorú határellenőrzés szükséges. Vasárnap már meg is jelent az ezzel kapcsolatos kormányrendelet. Három kategóriába soroljuk az államokat. Vörös, sárga, illetve zöld kategóriába. A zöld magáért beszél, ott a fertőzöttség mértéke alacsony, ezért a kockázat a határátlépés tekintetében vállalható. Ahol kevésbé súlyos a fertőzöttség mértéke, ott sárga, ahol a fertőzöttség mértéke súlyos, ott pedig piros jelzést használunk az egyes államoknál ezt a listát a kormányrendelet megjelenésével egyidejűleg az országos tiszti teszi közzé, tehát tiszti határozatban jelenik meg időről időre az országoknak a listája. Sárga kategóriába tartozik ma mások mellett Bulgária, Portugália, Románia, az Egyesült Királyság, Oroszország, Szerbia, Japán, Kína és az Egyesült Államok. Vörös jelölték például Ukrajnát, Albániát, Bosznia-Hercegovinát, Moldovát, Montenegrót, valamint az ázsiai, az Afrika és a dél-amerikai országokat is. A magyarok népszerű úti célja Horvátország egyelőre a zöld kategóriában van. A magyar állampolgárok és hozzátartozóik innen, ahogy a többi zöld országból kontroll nélkül beléphetnek. A sárga és vörös kategóriánál a belépőknek szerdától a határon egészségügyi vizsgálaton kell látesniük és két hétre karanténba kell vonulniuk, akár fertőzöttek, akár nem. Kivéve, ha megerőző öt napban, 48 óra különbséggel két negatív tesztjük volt. A sárga országoknál a belépést követő első negatív teszt után lehet szabadulni a karanténból, a pirosnál viszont két ilyenre van szükség. A külföldiekre a sárga országok esetében ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a magyarokra. Öröse jelölt országokból azonban nem léphetnek be. Vannak ugyanakkor olyan technikai szabályok, amelyek mentességet adnak némelyeknek. A tranzitforgalom kivétel és az áruforgalmat is biztosítani kell, tehát teherforgalom is kivétel, ahogy a hivatalos út is a kivételek közé tartozik, de a vizsgálatokra ezekben az esetekben is a határon sor kerülhet. Különös méltánylást érdemlő esetekben a rendőrség, országos rendőrfőkapitány adhat felmentést, ezt angol vagy magyar nyelven kell kérelmezni, gyakorlatilag itt helyreállnak a korábbi szabályok, tehát az eljárásrend az ismert lehet még az április-májusi hónapokból. A miniszter elmondta azt is, a határon elvégzendő vizsgálatok költségeit augusztus 1-ig a kormány vállalja, utána viszont a tesztelés mindenkinek magának kell állnia. Az aktuális helyzetet egyébként a szerdai kormányülésen mindig megvizsgálják, és amennyiben szükséges, változtatnak az országok besorolásain.